Megújult a Szücsitől Ecsét felé vezető út 2 kilométeres szakasza. Csak nem teljesen kész a kúria nagykökényesen. Bányász emlékpark és parkoló épül Petőfi bányán. Újra lehetőség van kedvenc csapatunknak szurkolni. Köszöntöm Önöket a HOTV adásában, Önök a híradót látják, Kis Balázs Levente vagyok. A Magyar Falu programnak köszönhetően teljes mértékben hazai forrásból megújult a Szücsit-Ecséddel összekötő út 2 kilométeres szakasza Ecséd felé. A legutóbbi ilyen beavatkozás 1968-ban történt az említett úton. Több mint 50 év telt el azóta, hogy utoljára komolyabb munkálatokat végeztek volna a Szücsit-Ecséddel összekötő úton. Azóta a gépjármű forgalom megsokszorozódott, a pályaszerkezet lokális cserére szorult, a teljes burkolatszélességben új aszfaltréteget építettek 2044 méter hosszan. Nagy lépésen vagyunk túl. Évtizedek óta elhanyagolt, rossz állapotú út kötötte össze Szücsit-Ecséddel. Kátyúkkal teli úttesten juthattunk át a szomszédos településre. Most ez az áldatlan állapot megszűnt végre. Hasonlóan a Rózsaszentmártont Ecséddel összekötő tavaly átadott útszakaszhoz, immáron Ecséd irányából a szücsi elágazótól is biztonságosan egyenletes minőségű aszfaltozott úton közelíthető meg Szücsi. 11 éve indult ez a program. 2010-ben, amikor országgyűlési képviselő lettem a térségben, akkor azon gondolkodtam, hogy te jó szakú élet, mikor fogok a végére érni ennek a sok útfelújításnak, és azt a célt tűztem ki, hogy egyszer érjem el azt, hogy itt rendben legyenek ezek az utak. Jöttünk egyrészt ATC 21-es felől, és Rózsaszentmártonig elértünk. Aztán jöttünk Sejb felől, és több szakaszba, de szintén elértünk, már nem csak Szücsiig, hanem teljesen át Gyöngyöspatáig. Aztán közben csináltuk itt a tó melletti szakasz, csináltuk a Szücsi belterületi szakasz, és most befejeztük a harmadik részét ennek az útnak. Kitisztították az árkokat, patkát építettek, kicserélték a közúti jelzőtáblákat, és tartós útburkolati jeleket festettek fel. Beszédében Szabó Zsolt kiemelte, ebben az évben közel 70 km út épül a térségben. Az útfejlesztések jövőre is folytatódnak, várhatóan 15 kilométeren. Tavaly voltunk itt nem olyan rég, és több szakaszon tudtunk utat avatni, és ahogy itt most az is elhangzott, hogy a kistérségnek gyakorlatilag ez az utolsó olyan útja, amely felújításra kerül. Ezt a felújítást a magyar kormány finanszírozta, a Magyar Falu program keretében készült el 255 millió forintból. Egy 2 kilométeres útszakaszról beszélünk, ahova több mint 2500 tonna aszfalt került bedolgozásra. A megújult úton várhatóan felgyorsulhat a forgalom, ezért a közlekedőket arra kérik, körültekintően közlekedjenek. A megújult utat Hubai József Bertalan, a Szücsi plébánia kormányzója szentelte meg. A nagykökényesen zajló fejlesztéseket tekintette meg egy műszaki bejárás alkalmával Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. A Dezsőfi kúria beruházás csak nem teljesen kész, megújult a művelődési ház több helyisége, és a helyi hagyományőrző egyesület is székházat vásárolhatott a Magyar Falu program keretében. Hamarosan elkészülnek a kivitelezési munkálatokkal a műemlék Dezsőfi kúria épületében és környezetében, nagykökényesen, amely egy 400 millió forintos Európai Uniós beruházás keretében valósul meg. A csaknem teljesen elkészült épületben jelenleg a belső felületképzés, parketta burkolatok elhelyezése, valamint a villanyszerelés, szerelvényezés folyik. A kúriához kapcsolódó új rendezvényépületben szintén az utolsó munkafázisok vannak csak hátra. A legutóbbi bejárás alkalmával Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, fontos, hogy közösségi helyként működjön újra a komplexum. A cél, hogy a végére ez a gyönyörű kert, gyönyörű kastély, gyönyörű környezet. Művészetek kertje lesz, kiállításokkal, interaktív kiállításokkal, gyerekeknek játszótér, felnőtteknek szórakozási hely.
A belső és külső munkák elvégzését követően a kültér is megújul, öntözőrendszert, növényeket telepítenek és megtörténik az eszközbeszerzés is, igazodva az új multifunkciós feladatkörhöz. Ennek a kúriának kiemelt funkciója lesz, tehát a gyerekek tableten keresztül ismerkedhetnek meg a múlttal, vagy akár egy interaktív festészetben vehetnek részt. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő megtekintette a Nagykökényesi Művelődési Ház elkészült fejlesztéseit is, itt a Magyar Falu program keretében a kulturális intézmény vizes blokkja és egy klubszobája újult meg teljesen, csak nem 5,5 millió forintból. 60 éve épült ez az épület, itt volt az ideje, hogy felújítsuk. Szintén a Magyar Falu programból valósította meg a Nagykökényesi Hagyományőrző Egyesület, hogy a saját székházat tudott vásárolni a Nagykökényesi templom közelében közel 2 millió forint értékben. Az egyesület már meglévő eszközei, népviseletei is itt kapnak majd helyet. Nagykökényes egy nagyon összetartó település, látszik, hogy jól gondolkodnak az itt élők, és ezt a hagyományt szeretnék továbbvinni, én ehhez csak segíteni tudok. Az egyesületi épület a tervek szerint kiváló rendezvényhelyszínné válik a hagyományőrzés, a jeles napok, ünnepek, vagy akár a rendszeres kézműves foglalkozások számára. Csinosítják Petőfi bányán a 2 éve kihelyezett és felújított bányagép körülötti területet, emlékparkot hoznak létre. Bővítik a Petőfi bányai parkolók számát is, és már az új terveken dolgoznak. Gőzerővel folynak a munkálatok Petőfi bányán. Éppen rakják a térkövet a hajdani fény vendéglő mellett épülő bányász emlékpark területén. Az emlékpark fókuszában az egyköri Petőfi altáró valamennyi dolgozójának emlékére 2 éve állított felújított kotrógép látható, melynek környezetét szépen rendezik. Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy méltó 21. századi parkot hoz létre önerős beruházásból. Jövő héten csütörtökön érkezik meg 2 pad, a bányagép mögött látható 2 nyúlvány a térkőbe, oda lesz elhelyezve 2 pad, az első 2 nyúlványban pedig virág. Rengeteg információt szedtünk össze erről a gépről, és nyomtatott, illetve QR kóddal ellátott információs táblát fogunk még kihelyezni mellé, mire használták bányász elődeink ezt a gépet. A bányász emlékparkkal szemben lévő füves területen a későbbiekben egy ifjúsági parkot fognak létrehozni kültéri sporteszközökkel, egy a tavalyi évben elnyert pályázatnak köszönhetően. A bányász emlékpark helyszínén nyár elején a pandémia miatt ugyan elmarad a bányász emléknap, de a későbbiekben pótolják az eseményt. Szeptemberben fogjuk együtt megrendezni a tavalyi évhez hasonlóan, a kopaszhegyai évigadalommal. 2 napos lesz a rendezvény, pénteken, azaz 10-én gála estet rendezünk, itt adjuk át a díszpolgári és a posztumusz díszpolgári címeket. A szombat, rákövetkező szombat délelőtt lesz a bányász emlékünnepség, annak a keretében fogjuk ünnepélyesen felavatni a bányász emlékparkot, majd megkoszorúzzuk az emléktáblát, emléktárgyakat adunk át a még élő vájároknak, majd délután kezdődik a kopaszhegyai évigadalom egy színes falunak. Szintén önerős beruházásból továbbá egy újabb parkolót építenek a Dózsa-György úton a helyi karbantartó brigád és Petőfi bányai vállalkozók segítségével. Az új parkolóban 20 gépjármű tud majd elférni. A későbbiekben keresik majd az anyagi forrás lehetőséget a leaszfaltozására. A 2021-es év Petőfi bányának közterületeknek a fejlesztéséről fog szólni. Külterületünkön van egy gyönyörű tó, ahova pihenőpadokat kívánunk elhelyezni. Ha bejövünk a településre, parkokat bővítünk, parkolókat készítünk, illetve van egy régi igény a ifjúság részéről, gördeszkapályát szeretnének. Megnéztük 60-ban, hogy hogy néz ki egy gördeszkapálya, de interaktívak vagyunk. Ennek a gördeszkapályát, hogy hol létesüljön, várjuk a javaslatokat a srácoktól, és ha megjön, akkor nyilván majd azért a település vezetése eldönti, hogy a sok-sok javasolt helyszín közül hova fogjuk ezt kivitelezni. A településen továbbá fejleszteni szeretnék a strand és szabadidőparkot, valamint megoldják a patikához való akadálymentes lejutást is. A 4 milliómedik védőoltás beadásával újabb lépcsőfokhoz érkezett az ország a koronavírus elleni küzdelemben, melynek köszönhetően például a sportversenyeken már nézők is szurkolhatnak a kedvenc csapatuknak. Kemény felkészülés és kemény versenyek várnak az FC 60 játékosaira, akik azért is küzdenek, hogy bent tudjanak maradni a harmadosztályban. Nagyon rosszul állunk, sajnos, ezt el kell mondani, aki ránéz a tabellán, látja, hogy 18. helyen állunk, és ez korán sem elég ahhoz, hogy bent maradjunk, mert csapat fog kiesni.
Így nekünk az a célunk most, hogy a hátralévő 5 fordulóból természetesen a lehető legtöbb pontot begyűjtsük, ami minimum 10 pontnak kell, hogy legyen a számításaink szerint. Most szerdán olyan csapat ellen küzdünk itthon, aki vetélytárs ebben a kiesési harcban, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt le tudjuk hozni. Debrecen tartalék csapata ellen május 12-én lépnek majd pályára az FC 60 játékosai. A debreceniek az MB2-es feljutásért küzdenek, a 60-iak várhatóan nagy csata előtt állnak majd. Az edzéseket és a sportversenyeket eddig ugyan zárt körben lehetett megtartani, ahová még a szülőket sem engedték be, de jó hír, hogy a futballrajongók védettségi igazolvánnyal már bátoríthatják a 60-i játékosokat a jó eredményre. Most innentől kezdve változik a helyzet, a szurkolók bejöhetnek a mérkőzésre. Ez már így volt vasárnap is, az előző mérkőzésünkön. Ott is, akik védettségigazolványt fel tudták mutatni a kapuban, igazolták személyigazolvánnyal, hogy ez az övéké, akkor ők beléphettek. Ugyanígy ez vonatkozik a 18 év alatti gyermekekre. Tehát szülőkkel, ha jönnek a gyerekek, és ezeket az igazolványokat bemutatják, akkor már a lelátón helyet foglalhatnak. Védettségi igazolvánnyal tehát látogathatóak a sportesemények is. Május 5-én szerdán 60-ban megnyitotta kapuit a védettségi igazolvánnyal rendelkező úszni vágyók előtt a Markovics Kálmán úszoda is, ahol a nem versenyszerűen úszók csoportos foglalkozásait egyelőre nem tartják meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinkkel kedden jelentkezünk. Viszontlátásra! Szombaton a napsütést időnként felhők zavarják, de ezekből csapadék nem alakul ki, az északnyugati szél élénk lesz, a hőmérséklet csúcsértékeivel 9 délután 16 fok körül alakul. Vasárnap szinte felhő sem lesz az égen, gyorsan melegszik a levegő, csapadék nem lesz, éjjel 12, nappal 22 fokra melegszik az idő. Hétfőn napos, koranyárias idő várható csapadék nélkül, éjjel 15, délután 25 fok közelében tetőzik a hőmérséklet.